A Békés megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, mint rendvédelmi szervnek javulnak a szolgálatellátási feltételei, ami által a megye lakosságának a biztonsága nő. Másrészt azért, mert ha olyan katasztrófa veszély vagy veszélyhelyzet alakul ki, amely működését indokoltá teszi, a mai naptól ebben az épületszárnyban a megyei veszélyhelyzet kezelési központban fog működni a Békés megyei Védelmi Bizottság operatív munkaszerveként létrehozott katasztrófa védelmi operatív törzs is. Különféle szervek és szervezetek szakemberei az új épületszárny által biztosított kultúrát és minden igényt kielégítő körülmények között végzik majd azt a komoly és felelősségteljes munkát, amelynek eredményeként a Békés megyei Védelmi Bizottság szakmailag és jogilag is megalapozott döntéseket hozhat azokban az órákban, amikor erre szükség lesz. Meggyőződésem, hogy ezek a fejlesztések az itt szolgálatot teljesítőknek munkakörülményének javítását szolgálják, akiknek munkájukhoz sok sikert kívánok a jövőben. Az esetleges vészhelyzet esetén most már korszerű körülmények között dolgozhatnak azok, akik a védelmi munkák szervezéséért, vezetéséért felelősek. Békés Csaba megyei város polgármestereként az én tisztem megköszönni az egész város nevében az önök önzetlen veszélyekkel teli és eredményes munkáját. Az önkormányzat lehetőségeihez képest mindig is segítette, és a jövőben is segíteni fogja az önök tevékenység. Kívánok valamennyiüknek erőt, egészséget munkájukhoz, és védjenek bennünket továbbra is. Köszönöm a figyelmet! Amikor ezt az épületet rád bízzuk, és a te áldásodat kérjük, akkor minket, magunkat is a te gondviselő oltalmadba ajánljuk. Te védelmezz bennünket. Te óvjad életünket. Te adj nekünk készséget a te törvényeid, a te akaratod teljesítésére. Mert csak akkor lehet szép és boldog életünk már itt a Földön, hogyha a te törvényeid szerint élünk. Áld meg hát bennünket, Urunk, és áld meg ezt az épületet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.